A mai napon egy összefoglalót szeretnék önökkel ismertetni, arra nézve, hogy pontosan a számok akkor hogyan is alakultak. Némi félreértés volt is, hiszen volt, aki 1.254.000 ezer beérkezett kérdőívről beszélt, de hagyj tisztázunk az elején, hogy 1 .254 darab beérkezett ívről beszélünk, tehát valamivel átlépte a Visszaküldött kérdőívek száma az egymilliós darabszámot, ez a fizikai értelemben nyomtatottan kiküldött kérdőívekről beszélünk, és ezen kívül még 57.973-an töltötték ki az elektronikus kérdőívet azaz az, az összes létszám az majdnem 1 millió e, e, 60 ezer környékén van. Ez gyakorlatilag az egyik leghatékonyabb, legsikeresebb nemzeti konzultációnak tekintető az előző három mellett. A második legnagyobb számról beszélünk. Azt gondoljuk és azt látjuk, hogy nagyon komoly volt az érdeklődés sokan vették a fáradtságot, hogy megosszák velünk a gondolataikat. Úgyhogy mindenek szeretném kifejezni a kormány köszönetét, hogy ilyen sokan visszaküldték a kérdőívet. Mint bizonyára emlékeznek, 12 kérdést, illetve állítást fogalmaztunk meg ebben a kérdőívben. Mindegyik, mindegyik, esetben lehetőség volt egy határozott igenre, egy, ha úgy tetszik, egy köztes válaszra, illetve egy határozott elutasításra, vagy egy nemleges válaszra és azt tapasztaltuk, ahogy erről önök már korábban értesülhettek, hogy gyakorlatilag mindegyik válasz esetében elsőprő többségben voltak azok, akik egyetértettek, hallottak már, hasonlóképpen gondolkodnak, ahogy ezt egyébként a hétköznapi beszédben, a közbeszédben megfogalmazódott kérdéseket mi ezen a kérdőjében megfogalmaztuk.